Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves Balázs atya, és elsősorban kedves újmisés testvérünk. Azt gondolom, hogy amit bevezető éneknek énekeltünk, ennél szebb és hívebb köszöntő talán nem is lehetne mondani. Isten hozott Siagárdon, köszönjük, hogy minket is részesítesz újmisés áldásodba, és sok-sok erőt kívánunk a további szolgálatodhoz. És a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor vétkezik gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végre nagy végre, kérem az ég a valóságot, minden az szeptével Szűz az összes anyagokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Peace.
Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Istenem, Te nem saját érdemem miatt, hanem kegyelmed kimondhatatlan bőkezűsége folytán, családodban elöljáróvá rendeltél engem. Add, hogy hozzád méltóan lássam el papi szolgálatomat, és a rám bízott népet mindenben a Te irányításod szerint vezessem. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Teremtés könyvéből. Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek, hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak: Tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: Végy gyorsan három adag lisztet, kelezd meg és süss lepényt. Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt. Azok megkérdezték: Hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta: Itt a sátorban. Akkor az Úr így szólt: A jövő évben ez időtájt visszajövök. Feleségednek, Sárának, addig a már fia lesz. Ez az Isten igéje. Istennek. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az egyháznak javára.
ennek lettem a szolgája, abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam, azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok, Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek. Őt hirdetjük, amikor intünk, és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretett testvérem, Jeromos atya, Krisztusban szeretett testvéreim, ünneplő hívek, Szent Pál apostolnak az imént felolvasott sorai hihetetlen távlatokba helyezik bele ezt az új misét, Jeromos testvérem hivatását, és a mi életünket. A Szentlélek sajátos ajándéka, hogy földi életünket belehelyezhetjük ezekbe a távlatokba. Testvérek, még a világ mindenség is szűk nekünk. Megfulladunk benne. Ahogy Pilinszky mondja, innét odáig. Olnál is szűkösebb. És nem csak ebbe a univerzumba helyezi bele ezt az új misét Szent Pál, hanem Isten örök tervébe. Mikor azt mondja saját magáról,
Isten meghívott engem, értetek. Tehát az az Isten, aki teremtő, aki öröktől fogva létezik, mielőtt a világ lett, ez az Isten hívott meg engem, hívta meg Jeromos testvéremet is, értetek. Kedves testvérek, ez már egy ajándék. Nem tudják, mit mulasztanak el, akik a Szent Misére nem jönnek vasárnap, illetve nem helyesen vesznek részt. Az életük befullad. Tele vagyunk a problémákkal, meg vagyunk kötözve szinte. És mindez behelyezi Szent Pál apostol az igazi méreteibe. És ez egy olyan nyugalmat ad az embernek. Ne nyugtalankodjék szívetek, mondja az Úr Jézus, higgyetek bennem. Higgyetek Istenbe, és bennem is higgyetek. És akkor nyugalmat talál a ti lelketek. Egy évvel ezelőtt erről a nyugalomról prédikáltam, mint aranymisés. Hát, ilyen kegyelmet általában az Isten idősebb korban ad meg, nem? Talán fiatal korban nem tudjuk befogadni. Annyira el vagyunk foglalva, pedig ezzel kellene indulni, hogy minden el van rendezve. Csak apró cseprő teendőink vannak. Kedves testvérek, mert mi várhat ránk? A jövő az kiszámíthatatlan, de nem is kell kiszámítani. Mi Istennel, élő Istennel vagyunk kapcsolatban. Ez egy örök kapcsolat. Ez eleve átfog mindent. Így tudták kibírni a mi ferences testvéreink 1950-et, amikor köztük új miséseket is, elzavartak a kolostorainkból, egyeseket bebörtönöztek, halálra vertek, akik közül most 8 ferences, a Boldoggá avatásnak az csodálatos eseményében van, és velük együtt sok hívőt is. Ezek beléptek az Isten nyugalmába. Az egyik testvér mesélt el nekem, nagyon félt, amikor az ávosok elvitték őt. Fülöp testvér. És azt mondja, te rettegtem, hogy összevernek, hogy mi lesz. Mikor szabadulok, itt fogok meghalni. És akkor ezt az imádságot sugallta nekem a Szentlélek, Istenem, azt akarom, amit te akarsz, ott akarom, ahol te akarod, addig akarom, ameddig te akarod, úgy akarom, ahogy te akarod. És én olyan nyugalmat kaptam, hogy amikor kiszabadultam a börtönbe, szédelegve mentem a mártírok útjai kolostorunkba, hogy most elveszítem ezt a békét, ahogy átadta az életét Istennek. Szent Pálnak ez a titokzatos szava erre, ebbe emeli bele a papnak az életét. Azt mondja Szent Pál, Istentől értetek kapott hivatásom van. Nagyon sűrű kijelentés. Istentől kapott hivatás, vagyis Isten magához hívta. De értetek, mi érettünk hívta magához. És igazában azt szeretném elmondani ebbe a predikációban, hogy ez a kettő egy. Jézus Krisztusban ez egy lett. Nem úgy van, hogy Isten maga elé hív valakit, aztán ad egy feladatot, hogy csináld meg, hanem nem magához hív, hanem magába belehív. A Szent Háromság életét adja belénk. És ezt kell élni. Ott vannak a többiek. A pap pedig ennek az életnek a fenntartója. Isten tehát az, aki hív. Itt sem állhatunk meg. Azt mondja egy fiatalember, hogy nekem hivatásom van, papi hivatásom. Hát, ha ezt végig gondolod, ki hív téged? Isten.
nem valamire hív, először csak magához hív. Amikor 3-4 évesen azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni, tudtam én, hogy mi az. Aztán bencés diákként, amikor már azt számoltam, hogy még hány év van vissza, hogy elkezdhessem a teológiát, hány év van vissza, hogy felszentelessenek, igazából tudtam én, hogy mi az a papság. Egészen, tehát ezt kellene talán tanítanunk, de a házasoknak is. Az igazi fölkészítés az nem az, hogy majd mi mindent kell tenned, mint pap, ez ezután következik, hanem hogy Isten egészen magának akar. Kiszólított egyedül engem, a házasokat pedig kettessével. Magához hívja a Teremtő Isten. Itt valami többről van szó, mint hogy feladatokat kell majd elvégezned. Tudnillik, a Bibliában ennek, hogy Isten hív, nagyon mély jelentése van. Szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. Ez az univerzum megmagyarázhatatlan. Nem szabadna lennie. Nincs megokolva. Ha nem lenne semmi, az értelmes dolog. De hogy van valami, ez nagyon nagy probléma. Márpedig van. Akkor van egy erő, van valaki, aki legyőzte a nem létezést. Előhívja a nem létezőket. Ez történt édesanyánk méhében is, a fogantatás pillanatában engem előhívott, mert az énem, az nem belőlük van. És azt akarta, hogy én vele legyek. Ez a krisztusi hit. Ebbe a mélységbe, ebbe a magasságba helyezi bele azt, hogy hivatásom van, hogy Isten hívott. Persze, hogyha Ádám nem vétkezik, ha nem szakad el ez az emberiség Istentől, akkor nem csak erre az életre hívott volna, hanem magához hívott, tehát a megszentelő kegyelem állapotát, az istenségéből adott volna részt. Az isteni természet részesévé tette Ádámot, aki elszakadt. És csak azután vannak a fogantatások, a Szentírás szerint már a bűnbe esett ember. Isten nem vonja vissza azt, hogy minden fogantatáskor teremti, a semmiből hívja elő a személyt, az emberi személyt, amely szabad, és a szabadságot nem lehet megmagyarázni a sejtekből. Nem lehet. Isten hívott elő téged. Meg van őrülve Európa. Hát ha ezt tagadom, akkor magamat tagadom. Akkor nincs semminek semmi értelme. Ez jelenti, hogy hivatásom van. Engem létbe szólított Isten. De Ádám elszakadt, és Isten nem vonja vissza azt, amit akart adni, önmagát akart adni. Ezért ő utána megy Ádámnak. Ádám, hol vagy? Most is szólít mindenkit. Csak akkor a zaj csapunk, hogy nehogy meghalljuk. Mindenkiben ott szól egy hang, a lelkiismeret. Hol vagy, Ádám? Miért menekülsz előlem? Miért menekültök gyorsuló futással előlem? Miért féltek tőlem? Hívja Ádámot, majd hívja Ábrahámot, kihívta Úr városából, hogy egy jövőt nyisson neki, és utoljára fia által hívott minket. Miért utoljára? Mert Jézus mondta el, és valósította meg azt, hogy mire hív az Isten. Arra, hogy a belső életéből ismét részt vegyünk, amiben Ádám öntudatlanul részesült, de amit megszakított. Életadás, a keresztség és a hit. Tehát nem odaállok Isten elé, hanem az életébe belemegyek. Én bennetek vagyok,
ti én bennem. Ez a kereszténység, nem kívül. Nem kívül. Mert Isten nem tud több, kevesebbet adni, mint önmagát. Ha kevesebbet adna, akkor nem Istenként cselekedne. Akkor lenézni azt a szemét, akit az ő képére teremtett. Hanem Krisztusban kezdettől fogva kiválasztott minket, mi kiszakadtunk belőle, de ő újra meghalva értünk bűneinket, megbocsátva, lerontott a válaszfalat, ahogy szintén Pál apostol mondja, Isten és az ember között, és a keresztség és a hit által belénk ömlik az Isten élete. Ez az a titok, rossz ez a magyar fordítás, misztérion. Az olyan esemény, amelyben Isten megérinti ezt a világot. Ez az a misztérium, ez az a rejtett titok, amiről azt mondja Szent Pál, hogy korszakok és évszázadok óta erre csend borult. Nekünk most föltárta, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sokak még mindig úgy élnek, hogy sötétben vannak. Hány évmilliárd telt el a világ teremtése óta? Hány százezer év az első ember megjelenése óta? Ábrahám meghívása óta 4000 év, Krisztus óta 2000 év. Mennyi korszak, mennyi év. Ez a titok rejtve volt a világ előtt, de Pál mondja, most Jézus Krisztusban nyilvánvaló lett az, hogy az Isten nincs egyedül, de egyetlen isteni természet van. De benne három valaki van. Ezért Isten a szeretet. Ha egy valaki lenne az Isten, egy személy, akkor hogyan tudna szeretni? Ha te soha nem láttál volna embert, nem tudnál szeretni. Azt szeress fele barátodat, mint önmagadat, az csak egy példa, hogy magadnak jót teszel, tegyél a másiknak is jót, de a szó legnagyobb mértékében, a szó teljességében nem tudom magamat szeretni, mert én egyedül vagyok. A szeretet, ez legalább kettő kell, hogy legyen. Nem vagyok tudathasadásos, őrült, hogy egyszer ezt képzeljem magamról, máskor azt. Tehát nincs önszeretet, az mást akar mondani. Egy Isten, aki egyedül van, Allah, nem tud szeretni. Néha irgalmas, de ott a végzet. Vigyázzunk. Mi az a titok, ami évezredek óta, százezredek óta el volt rejtve, és most nyilvánvalóvá lett, hogy egy és egyetlen teremtő Isten van, de három személy. És Jézus az, aki onnét jött, aki úgy hívja az első szemét, hogy atyám, és azt mondja, én vagyok a fia. És a harmadik személy, a Szentlélek, akit küld. Miért nem szent kettősség van? Ezt nem tudtuk volna kitalálni, de ahogy Jézus elmondta, megérezzük, hogy igaz. Mert ha csak két isteni személy lenne, akkor vagy összeolvadnának, vagy pedig mégiscsak külön lennének. De árad közöttük egy harmadik személy. Apa, anya, gyerek. Ez egy időbe széthúzott szent háromság. Mert a mi emberi természetünk nem tökéletes. Ezért nem egy ember van, hanem több millió, milliárd. És mind személyek vagyunk. De abba a közösségbe kaptunk meghívást, az isteni közösségbe, ahol a három személy együtt van. És az isteni természet kiömlött a szívünkbe, az énünkbe. Mi sokkal jobban rokonai vagyunk egymásnak, akik Krisztusba hiszünk és megkeresztelkedtünk, mint az édes testvérek, akik nem hisznek. Egy halhatatlan isteni természet részesei lettünk. Amikor Szent Pál azt mondja,
hogy én nekem egy hivatásom van, engem Isten Jézus magához hívott, értetek. Ez az értetek a küldetés. De ez nem olyan küldetés, hogy tulajdonképpen valamit meg kell tennem, hanem azt kell élnem köztetek, amit a Szent Háromságtól kaptam, meg rádöbbenni, hogy mindannyian szőlővesszők vagyunk, akik rá vannak ültetve a szőlőtőkére Krisztusra, akinek gyökerei az Istenség mélységeibe vannak. Ezért egy Páter Pió, Szent Pió atya, nem ment missziókat tartani. Nem valami nagy teológiai műveltsége volt. Élte ezt a Krisztusban való életet. Nem is nagyon szeretett prédikálni, inkább gyóntatni. De körülötte a hívek rádöbbentek, hogy ők is Isten gyerekek. A fölszenteléssel egy hajszál csövességen kapcsolatban vagyunk veletek. A pap legmélyebb feladata, hogy az legyen, Isten gyermek legyen. És mivel föl van emelve Krisztus papságába, ezért átáramlik ez az Isten gyermekség, és a pap tartja fenn, mert ő keresztel, szükség esetén te is, de ő oldoz fel. Tehát ha valaki gyilkolt, botrányos házasságtöréseket követett el, elveszett az Isten gyermekség kegyelmét. És a pap olyan képességet kapott, hogy feloldozhat, mert Krisztussal azonosul abban a pillanatban, nem azért, mert ő olyan jó, hanem mert föl van szentelve. Jeromos egy fölszentelt pap, nem pedig lelkész. Elsősorban nem is lelki vezető, hanem Isten szent háromságos életét élő, és azt fenntartó, az egyházban ezt az életet tartja fenn, és a tanítás erről szól, és ide vezet. Szeretett testvéreim, itt a hívás és a küldetés gyökerében azonos. Ezt kell naponta élni. Ezért igazába egy pap, akit olyan helyre helyeztek, hogy öten járnak misére, meg tizen, az egyik filiában állunk is, és minden vasárnap tartunk misét. És amelyik testvér, pap testvér oda megy ki misére, nem omlik össze, hogy most öt ember van, nem számít. Azok Isten gyermekek. Azokban él ez. És egy papnak nem az számít, hogy hova teszik. Milyen rangja van. Hanem az életet szolgálja. Amit ő is hordoz. De ugyanígy kell a házasoknak is egy más módon integrálódni mind a kettőnek a szent háromságos életbe, az isteni szeretetbe, és ezt élni, amikor gyermekek születnek, amikor vendégek vannak, a munkahelyükön, mindenütt az természet fölötti élet szerint élni, és ez kisugárzik. Kedves testvérek, azért befejezésül hadd mondjam meg, hogy ez a Szent Pál ezekkel a hatalmas méretekkel olyan gondolatokat indít el bennünk, amelyeket talán sose gondoltunk. Például, ha az Isten az az iszlámoknak az Istene lenne, az igaz Isten, egy valaki, akkor ő nem tudna szeretni. Mi meg tudunk szeretni. Hát akkor mi valami többet tudunk? Igaz, hogy ez a szeretet kétféle lehet, amire egész héten elmélkedtünk. Igazi szeretet és nem igazi. A nem igazi szeretet tudjuk, hogy honnét való, az ösztönökből, az állatvilágból. De honnét való a tiszta, önzetlen szeretet? Az a szeretet, ahol egy édesanyja megöli a saját magzatát, az az állatvilágból van, sőt, még onnét se. Valami iszonyatos romlottság. De honnét van az, amikor méhébe hordozva örül neki, és szólogatja, és az se érdekli, hogy fiú vagy lány, az se, hogy jó lenne, egészséges lenne, de ha beteg,
akkor is elfogadom. Tehetséges vagy kevésbé tehetséges? Egy zseniális festő, művész, vagy egy nagyon egyszerű, mindegy. Testvérem, ekkor az anya olyan tisztasággal tud szeretni, hogy a létét szereti, nem a tulajdonságait. Mindig a tulajdonságainkat szeretik később. Hát nem baj, mert ezeket kifejlesztjük, és másokért élünk. De igazából az emberi szív arra van beállítva, ami a Szent Háromság Isten belsejében van, hogy valaki ingyen szeressen. Nem ezért vagy azért, hanem jó, hogy vagy. Na most ez honnét van a világ mindenségben? Egy egyszemélyű Isten nem tud szeretni. Tehát vigyázz, a Szent Háromság kinyilatkoztatása, az a titok, amelyre évezredek, évszázezredekre sötétség borult, mert sötétség borult Ádám elméjére, mert elszakadt az Istentől. Azt most Krisztus kinyilatkoztatta, de ez nem olyan, ami egy hihetetlen vallási szöveg. Ezt el lehet fogadni, és ha elfogadtad, akkor érted meg az embert. Ez egy kulcs, amivel ki lehet nyitni azokat a zárt ajtókat, amiket senki ki nem nyit a mi életünkbe. Hogy mi az igazi szeretet? Hogy a szeretet tényleg örökké való? Ez egy kulcs, de a kulcsot nem kell kinyitni. Tehát vagy elfogadom Krisztustól, hogy Isten belső világa, három személy, és mi az ő képére vagyunk teremtve. Az egyházban ez az élet áramlik. Newman bíboros, protestáns anglikán lévén, nagyon sokszor szó szerint vette a Bibliát, de nem ostobán, hanem azért, hogy jobban megértse is. Egyszer ezt a botrányos mondatot mondta, hogy Ádám a paradicsomkertben remete volt. Hol van Éva? Sehol. És azért gondoljuk el, hogy nem ő ment ám oda az Istenhez, hogy nekem hiányzik valaki. Ő nagyon el volt az Isten szeretetével telve. Neki senki se kellett. De Isten mondta, hogy ez nem jó. Mert ő három személy. Ő nem csak magának akar minket, hanem egy olyan közösséget, amelybe áramlik ez a Szent Háromságos élet. Ezért mondja, hogy nem jó, hogy az ember egyedül van. Hozzá hasonló társat teremtek neki. Hogy egymás között is Isten szeretetével szeressék. Hogy a Szent Háromságból kapják meg azt a kegyelmet, hogy a Szentlélek áradjon egymás között. Ez az a titok, amiben mindannyian benne vagyunk. Ezek azok a méretek, amiben élni kell a mi kis életünket. Ez az a titok, amelyre Jeromos téged meghívott az Isten. Ez a hívás egyben maga küldetés. Ez egy élet. És felelős vagyok az egyház életéért. És mindenkit meghív az egyház által. Menjél. És már ezzel az öreg papnak adott ajándékkal, amire azért rá kell szolgálni, nehéz ám megtartani azt a békességet, amit Jézus adott. Meg kell tanulni. Ezzel a békességgel indulj. És bármi történik az életben. Ebben a mélységben, ebben a magasságban élj. És ezt szolgáld. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden jelent, mennyi és földre, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyához született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világossága világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, születette nem teremtő, az Atyával egy lényegű, és
országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban is kérdezőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki tévén imádunk és dicsőjük, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus Szentlélek. Vallom az egy kereszténységet, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálnak hirdetünk, és hittem vagyok felállása, amivel nem lesz. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenvedhessék meg a megkérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Jézus hozzád a hatalom és a dicsőség mindenre. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mindenható örök Isten, minden erény forrása és teljessége, kérlek, add meg nekem ennek az áldozatnak érdeméből, hogy megtegyem, ami jó, tanítsam, ami igaz, és a híveket életemmel is, szavaimmal is, kegyelmed indításai szerint vezessem, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvéreim, amikor most köszönetet mondok a kedves meghívásért Balázs atyának és a Siógárdi Egyházközségnek, mindenképpen szeretném elmondani, hogy megrendült szívvel állok itt, mert bár ma vagyok itt először, mégis egészen gyerekkoromtól fogva tudok Siógárdról. Amikor kis gimnazistaként már a pesti ferences templomban lelkesen hallgattam Balázs atya szentbeszédeit, és elkezdtek a lelkemben az első szikrái meggyulladni annak, hogy lehetnék talán pap, akkor ehhez az is hozzátartozott, hogy ő mindig nagy szeretettel beszélt szülőfalujáról. Nagyon szép, hogy ennyien eljöttek, és hogy papságom ajándékának nagy örömében osztozhatunk. Hálát adok az Úristennek ezért a közösségért, és azért is, hogy egyik első szentmisémet itt mondhatom, abban a miseruhában, amelyben 50 évvel ezelőtt Balázs atya ugyanezen a helyen először misézett. Hát nagyon nagy ajándék ez, az eukarisztia hálaadás, ebbe foglalom bele mindnyájukat. Az Úr legyen veled.